Sziasztok! Sziasztok, Falus Dániel vagyok, a Sokaminak egyik vezetője. A Kicsen Budapest keretében csináljuk a biciklis projektünket most már 6 hónapja. A Robi azt kérte, egy olyan projektet beszéljük el, hogy hol volt az eleje, a közepe, meg a vége, és mi már egy 6 hónapja dolgozunk a projekten, de most mégis úgy érezzük, hogy 6 hónap után megint a legelején vagyunk, és ezt a fázist szeretnénk nektek most bemutatni, hogy hol állunk, és ebben a véleményetek is sikerül, akkor. Akkor ez nagyon fantasztikus. Tehát nem tudom, hogy észrevettétek-e, de hogy vannak most már rengeteg ilyen, olyan eszközt találunk a biciklin, hogy ugye vannak a biciklin a lámpák, ami ad neked egy ilyen vizuális awareness, hogy akkor te jobban látsz a bicikliről részt, akkor meg téged is egy picivel jobban látnak. Ezen kívül van a biciklin egy csengő, amivel, amit ha megnyomsz, akkor téged jobban hallanak általában a gyalogosok, de mondjuk hogyha valaki zenét hallgat a mobiltelefonjával, vagy az autójában ül, akkor ezt a csengőt már nem fogja meghallani. És úgy gondoltuk, hogy azt látjuk, hogy a biciklisek veszélyben vannak, és erre fejlesztünk egy olyan eszközt, ami azt gondoljuk, hogy javít ezen a helyzeten. A két eszköz, ez az eszköz, amit fejlesztünk, ez egy mobil applikáció és egy hardware. A mobil applikáció ez egy gyakorlatilag egy hagyományos ilyen motion tracker technológia van benne, tehát hogy fogod tudni nézni, hogy hány kilométert bicikliztél aznap, milyen szintkülönbséget tekertél le aznap, stb. De hogy ez még így önmagában nem elég, lesz mellette egy biciklire szerelhető csengő, amit egy digitális csengő, amivel szintén tudsz csengetni nem analóg módon, hanem egy digitális módon. Most ezt ennek a csengőnek a hangját, ezt kivezetjük, hogy nem csak a környezetet be fogják hallani, amikor csenget, hanem ezt ennek a notification-jait bevezetjük a más applikációkba is. Tehát amikor te sétálsz az utcán és a Spotify-t hallgatod a füledbe, és egy biciklis próbál elmenni melletted, vagy elektronikus bicikli, akkor amikor a bicikli megnyomja a csengőjét, akkor ezt a csengő hangot gyakorlatilag a te fülhallgatódra fogod hallani a csengést. Most ez egy ilyen eszközt, amikor rárakunk a biciklire, akkor alkalmat nyit arra, hogy ezeket többféle feature-t is megnyitsunk ezek előtt. Most az egyik ilyen feature nagyon adja magát, hogy a biciklisek meg fogják tudni választani ezt, hogy milyen fajta csengő hanggal csöngessenek éppen az utcán. Tehát a mobiltelefonodon az applikációban kiválasztod, hogy te most Darth Vader hanggal akarsz csöngetni, vagy Hello Kitty hanggal, és akkor nyilván nem ezek lesznek, de hogy itt tudsz tovább menni. A másik, amit nagyon szeretnénk még idén elindítani, egy navigációt szintén a biciklikre, tehát hogy ezt nagyon nehezen tudsz egy Google Maps-en biciklizés közben elnavigálni egy új helyre, főleg akkor, hogyha egy új városba vagy egy olyan helyekre mész, ahol még nem jártál. Úgyhogy ez az eszköz, amit a biciklire fogunk majd szerelni, és ennek a dizájnját hamarosan be is mutatom nektek, alkalmas lesz egy ilyen turn-by-turn navigation-re. Mivel ebben lesz egy location beacon is, azért arra is alkalmas lesz, amikor a biciklet lerakod valahova, és véletlenül elfelejtett, hogy hol vagy, hogy akár Amsterdamban biztos láttátok azokat a képeket, hogy több ezer biciklik közül elég nehezen tudod megtalálni a sajátodat, most ez ebben is segíteni fog. Akkor röviden a terveink, hogy mi legyünk ebben a kategóriában, tehát ez a Fitbit for Bicycle, akkor hogy minél kevesebb baleset legyen az utakon, és idén el fogunk indítani a Kickstarter kampányt, és hogy ez reméljük nagyon sikeres lesz. Akkor nagyon kevés időnk van, úgyhogy kicsit felpörgetem, azt a segítségeteket szeretném kérni. A héten elkészültek az első látványtervek erre az eszközre, és most szeretnénk itt először bemutatni ezeket a látványterveket, és szeretném meg is szavaztatni. Úgyhogy egy kollégám itt van egy fényképezőgéppel, és nézni fogja, hogy hány kéz kerül a magasba, és ez nagyban befolyásolni fogja azt, hogy milyen irányba is megy ez a fejlesztés. Tehát akkor 4 darab dizájn fogtok látni, úgyhogy nagyon figyeljetek, a végén megmutatom őket újból. Az első dizájn, a második, harmadik, és a negyedik. Úgyhogy a prezentáció végén szeretném, hogyha mindenki feltenni a kezét, aki szerint az első dizájn volt számára a legszimpatikusabb, ezeket fel, és akkor fotók készüljenek el. Jó, akkor aki a másodikra szavazott, a B-re. Harmadikra. És a negyedikre.
Jó, köszönjük, és akkor ennyi volt a prezentáció, és akkor még egy kis meglepetéssel szolgálnánk, hogy ez a Kickstarter kampányt, ugye, és Basic-et, aki ismeri, az felismeri a kódokat, akik ma feliratkoznak a Sokami oldalán, a hírlevelünkre, vagy a tájékoztatónkra, vagy bármilyen, tehát a Kickstarter kampány előkészítésére, azok 50% árengedménnyel fogják megkapni az első eszközöket, de ez csak a mai napra érvényes, tehát menjetek a Sokami oldalára, és iratkozzatok fel. Köszönöm szépen! Kérdések? Igen? Centiméter pontos lesz, egy iBeacon, egy Bluetooth 4.0-es eszköz lesz, gyakorlatilag centiméter pontosan meg fogjuk tudni mondani gyakorlatilag a bicikléthez való távolságodat. Körülbelül ezt úgy mondjuk meg, hogy nem mindenkire csöngesz el, hanem egy 20 méteres sugarú körbe tudsz csöngetni. Tehát mi azt mondjuk, hogy kiterjesztjük a csöngetésednek a hatósugarát, tehát egy bizonyos hatókörbe fogsz tudni csöngetni. De nagyon jó kérdés van. Lesz a kislet, kis csöngetés és a notification megérkezés. Pár millisekundum. Tehát nagyon gyors lesz, mert nem interneten keresztül kommunikálunk az eszközökkel, hanem az eszközök közvetlenül direkt kommunikálnak egymásba Bluetooth-on. Az analóg hangja nem lesz, de csak az fogja hallani a csengőt, akinél van egy digitális eszköz? Nagyon jó kérdés. Analóg hangja, ugye, hogy nem egy analóg eszköz fogja kérni a hangot, tehát nem egy csengő fogja kiadni, hanem egy hangszóró fogja kiadni. De a kérdést úgy fordítanám le, hogy mi van akkor, hogyha lemerül az eszköz. Most reményeink szerint ez az eszköz annyira energia hatékony lesz, hogy, hogy a legrosszabb esetben is egy évig fog tudni működni egy darab gombelemmel. Igen? Gyalogosként nem lesz zavaró, hogy minden biciklis más csengő hanggal csenget rám? A te telefonodon be fogod tudni állítani, hogy te milyen csengő hanggal akarod fogadni a csengetéseket. Köszönöm. Be lehet gondolom azt is állítani, hogy akarom-e fogadni. Abszolút. Sőt, csendes üzemmódban is tud működni. Tehát, hogy vibrál a sebedben, vagy bármi. Jó, köszönöm szépen.